Hogyan védekezzünk a hőség ellen? Tanácsok a nyári hőhullámok idejére. Hogyan óvhatjuk egészségünket a hőhullámok idején? A gyakori hőhullámok ellenére is mindennapi tevékenységeinket folytatni kell. Nagyon sok esetben autóval járunk dolgozni, autóval járunk bevásárolni. Ne feledkezzetek el soha arról, hogy az autóban nem hagyunk gyereket, nem hagyunk állatot sem. Van ilyen kisfilm fent a YouTube-on, ahol néhány perc elteltével megmutatják, hogy mennyire forrósodik fel az autóban a belső hőmérséklet, halálos lehet, úgyhogy nem szabad otthagyni még pár percre sem gyereket, sem pedig állatot. A hőnek, a hőhatásnak, mint említettem és beszéltünk már róla, egészségre károsító hatásai is vannak. Itt gondolok a napszúrásról, illetve a hőgutáról. Amennyiben olyan embert találtok vagy láttok, aki napszúrást feltételez, hiszen ezt mindenki sejti egyébként, hogy amikor fáj a feje, gyenge, szaporább a pulzusa, verejtékezik, vagy már nem is verejtékezik, mert a hőgutánál már nem is verejtékezünk, akkor mindenféleképpen egy hűvös helyre kellene szállítanunk, hűteni a testét, amennyiben pedig szükség van rá, mentőhívással tudtok segíteni rajta. Készült Hajdúböszörményváros önkormányzatának megbízásából a Ready for Heat projekt keretében az Európai Unió támogatásával.